Az idei első nagy pofon a magyar focinak és a szurkolóknak. Nyáron 1-0-ra kapott ki a válogatott a világ egyik leggyengébb csapatától, az amatőrökből álló Andorrától. A szurkolók félreérthetetlenül adták a játékosok tudtára, hogy nem elégedettek a válogatott teljesítményével. A vereség után az akkori szövetségi kapitány még egy esélyt kapott. Adunk egy második esélyt, és támogatni fogjuk talán még jobban a munkát, mint eddig. Ma már tudjuk, hogy Ben Stork nem élt a lehetőséggel, távoznia kellett. A helyére ideiglenesen kinevezett Szélesi Zoltán az első meccsén kikapott Luxemburgtól. Magyar szurkolók felvonulása Marseille-ben a tavalyi Európa-bajnokságon. Most ezek a szurkolók döntöttek úgy, hogy az idei utolsó meccsen, Costa Rica ellen nem lesznek ott a stadionban. Közleményükben azt írják, 2017 a magyar futballtörténelem egyik legszégyenteljesebb, legmegalázóbb éve volt. Valószínűleg arra gondoltak, hogy a világon még soha egyetlen csapat sem kapott ki Andorrától és Luxemburgtól ugyanabban a naptári évben. A szurkolói csoport szerint, amit idén láttak, idézem, kiábrándító, elkeserítő és fájdalmas. Ezért döntöttek úgy, hogy nem mennek ki a keddi meccsre. A szurkolók nem csak a válogatott játékosok teljesítményével, hanem a hozzáállásával sincsenek megelégedve. A 12. játékos nem asszisztálhat a helyszínen a 11 lélektelen szerepléséhez, írják. Kerestük a labdarúgó szövetséget, Sipos Jenő szóvivő azt mondta, megértik a szurkolók elkeseredettségét, de nyilatkozni nem akartak. A magyar válogatott minden idők egyik leggyengébb szereplését nyújtotta 2017-ben, pedig a fociba évek óta ömlik a közpénz a kormány és a fideszes többségű országgyűlés jóvoltából. 2011 óta csak nem 200 milliárd forint TAO pénzt kapott a magyar foci. Ebben nincsenek benne a stadionok építésére fordított összegek. Az elmúlt években épült új stadionja a Ferencvárosnak, a Debrecennek, a Puskás Akadémiának, a Haladásnak és az MTK-nak. A tervek szerint jövőre adják át a Diósgyőri és a Székesfehérvári stadiont. Közben a magyar bajnoki meccsek látogatottsága nem nőtt az elmúlt években. Átlagosan kevesebb, mint 3000 ember jár egy-egy meccsre.